A mai videóban a vágószideg kapcsolatáról lesz szó, az emésztéssel, a reflux-szal, a bél problémákkal, illetve a szorongással és a pánikbetegséggel. Szeretettel köszöntök mindenkit! A vágószideg aktivitása felel a nyugalomért, az ellazulásért, a kiegyensúlyozott testi működésért, a pihenés és az emésztés fő idege, a testünk leghosszabb paraszimpatikus idege. Itt most látható a képen az elhelyezkedése. Látható, hogy jó, hosszú, és az agytól egészen ugye a vastagbélig terjed. Kapcsolatban van a torokkal, a szívvel, a tüdővel, a májjal, a hasnyálmiriggyel, a léppel, a gyomorral és a belekkel is. A vágószideg a felelős a gyomor-bélrendszer, illetve a szív és más szervek közötti kommunikációért, szabályozza az emésztést, az immunrendszert, a gyulladást és a hangulatot is. Az egész emésztésünket, így a gyomorban lévő savat is, a vágószideg tónusa, azaz a vágószideg erőssége szabályozza, ami azt jelenti, hogy szinte minden emésztési probléma kapcsolatban kell legyen a vágószideg egyensúlyi állapotának a felborulásával. A vágószideg legfőbb neurotranszmittere, azaz idegi ingerület átvívő anyaga, tehát a főszereplő a vágószideg működésében az acetilkolin. Tehát az emésztési problémák, például a kevés gyomorsav, a reflux, a leromlott bélállapot, a bélgyulladások, az áteresztő bélszindróma, a székrekedés, szinte bizonyos, hogy alacsony acetilkolin szintet is jelentenek a szervezetünkben. Az acetilkolin szintünk gyors és azonnali megnöveléséhez az egyik legjobb kiegészítő táplálék a tiszta méhpempő, amely természetes formában tartalmaz acetilkolint. Ha az alacsony acetilkolin szintnek jelentős köze van az emésztési problémánkhoz, a méhpempő bevitelével rövid időn belül érezni fogjuk a javulást az állapotunkban. A méhpempőből reggel, délben és este is fogyasszunk 1-1 grammot, néhány napon keresztül, és figyeljük meg a változásokat. A méhpempő azért is jó, mert magasabb B5 vitamin tartalma, amely segíti az acetilkolin termelődését. Tehát a saját acetilkolinunk termelődését. Az acetilkolin felépítésében a B1 vitamin játssza a főszerepet, tehát B1-et pótolni, illetve magas B1 tartalmú ételeket fogyasztani kulcsfontosság az emésztésünk helyreállításához. Én a B1-et sörélesztővel pótlom, mivel természetes formában tartalmazza a B1-et, és ott van mellette a többi B-vitamin is jól felszívódó formában, illetve néha szedek B1 vitamin tartalmú kapszulát is. Ha nagyon le van robolva az emésztésünk, ha gyenge gyomorsavunk, reflux, gyomorégés van gyakran jelen, naponta több alkalommal vigyünk be a B1-ből, vagy a sörélesztőből. Jó B1 forrás a disznóhús, a lazac, a lenmag és a napraforgó mag is. A B1 szintünk és ezáltal az acetilkolin szintünk is a sok szénhidrát bevitelétől, a sok kávétól, illetve a sok stressztől csökken le. Leegyszerűsítve a következő zajlik le a szervezetünkben, ha nincs elegendő B1, nem termelődik elegendő acetilkolin, így a vágószideg legyengül, melynek következtében kevesebb gyomorsav termelődik, ami elindítja az egész emésztőrendszerben az egyensúly felborulását. Csökken tehát a gyomorsav mennyisége és ereje, ezáltal romlik az ételek, főként ugye a fehérjék lebomlása a gyomorban, így az étel emésztetlenül megy tovább ugye a belegbe, ahol további lépéseken keresztül a legkülönfélébb emésztési problémákat, allergiákat, gyulladásokat, székrekedést, síbót, vagy éppen áteresztő bélszindrómát okoz. Tehát ha el akarunk indulni a gyógyulás útján, akár refluxról legyen szó, akár egyéb más emésztőrendszeri problémáról, kezdjük a tiszta méhpempővel, naponta 3x1-1 g bevitelével, és a B1 vitamin nagymértékű pótlásával. Ha régóta fennáll a leromlott gyomor bélállapot, fontos megtámogatni a gyomor működését betainhidrokloriddal, almaecettel és emésztő enzimekkel is. Ha gasztritisz vagy gyomorfekély is jelen van, a káposzta nagy segítség, káposztalé, savanyú káposzta, káposztasaláta, illetve egyéb más formában. Gyomorfekére a cink, karnozin, a szulforafán, a klorofil, például a klorella alga, a manukaméz, a bogyós gyümölcsök, a tőzegáfonyalé és a gránátalmalé a legjobbak.
Ugye az elején említettem, hogy a vágusideg a paraszimpatikus idegrendszer legfőbb egysége, és mivel a paraszimpatikus idegrendszer a felelős a pihenésért, a megnyugvásért és az alvásért, láthatjuk egyből a kapcsolatot a stressz, a szorongás és a pánikbetegség között. A stressz és a szorongás alapok, ahogy ugye nem tudunk megnyugodni, nem tudunk ellazulni. A szorongás, a stressz és a pánik állapotában nagy valószínűséggel ugyanúgy ki van merülve a vágusideg, pont ahogy az emésztési problémáknál, így a méhpempő szedésével és a B1 vitamin nagymértékű bevitelével elindulhatunk a regenerálódás útján. Stressz, szorongás és pánik esetén nagy valószínűséggel az ásványanyag egyensúly is fel van borulva. A négy fő ásványanyag a szervezetünkben a nátrium, a kálium, a magnézium és a kalcium. Az, hogy melyikből van kevés, azt nagyon nehéz kideríteni, ezért inkább célszerű mindegyiket pótolni, nem lehet belőle nagy gond, mivel egymás jól ki tudják egyensúlyozni, ha valamelyikből esetleg sok van. A só mennyiségének bevitelével tudjuk ugye megemelni a nátrium szintünket, tehát együnk sósabban, illetve ihatunk sós vizet is, én sós húslevest iszok sokat. Káliumot és a magnéziumot az elektrolit tartalmú italporokkal tudjuk a legegyszerűbben folyamatosan pótolni. A nátrium, a kálium és a magnézium hiányát, ugye az idegesség, a feszültség, a folyamatos mozgáskényszer, a lábrázás, a nehéz elalvás jelzi. A kálciumra leginkább akkor lehet szükségünk, ha a szorongásunk a toroknál lévő összehúzódással jár, mintha ugye lenne valami a torkunkban, nehezen tudunk ilyenkor nyelni. A legjobb kálciumformák a szorongásos tünetek ellen a kálcium laktát és a kálcium citrát. A nehéz levegővétel, amikor folyamatosan mélyen veszük a levegőt, így ez a fajta, ezt a B1, a nátrium, a kálcium és a kálium bevitelével tudjuk megszüntetni. Az ásványanyagok és a B1 vitamin beviteli mennyiségével kapcsolatban ne aggódjunk, mert amikor már emésztési, illetve szorongásos tüneteink vannak, nagy valószínűséggel igen alacsony a szintjük. Egy adott nap alatt fokozatosan akár 2-3 óránként is vihetünk be B1-et, sörélesztőt, mépempőt, ásványanyagokat. Mindig figyeljük meg a változásokat, a hatásokat. Tehát ha például magnéziumot vagy kálciumot viszünk be, nézzük meg fél óra, egy óra múlva, milyen változások történtek a szervezetünkben, így ebből idővel megérthetjük a testünknek a működését. Hosszú távon a legfőbb, legjobb ételek mind az emésztési problémák, mind a szorongásos problémák elkerüléséhez, a méhpempő, a B1 és az ásványanyagok rendszeres pótlása mellett a tojás és a májételek, mivel bennük találunk meg jelentősen mennyiségben kolint, az acetilkolinnak az elővegyületét. Ha hasznos volt, ha tetszett a videó, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled!